túlél-e a Facebook a tőzsdén? A kérdés pedig azért jogos, mert a grafikonja már tavaly augusztus óta nem néz ki jól. És ha a technikai adatok sántítanak, akkor érdemes mögé nézni, mert nem mindegy, hogy egy korrekcióról van szó, vagy egy 8 hónapos konszolidációról, aminek ráadásul azt sem tudjuk, hogy mikor és hogyan lesz vége. A Facebook indulása és körülményei úttörővé tették a platformot, és egy igazi óriássá nőtte ki magát. Mindent elért, amit csak el lehetett a szociális hálózatok történelmében. A nulláról indult, egyedisége és funkciói miatt hamar tudott nagyra nőni, majd mikor már nagy lett, a konkurenciát is megette reggelire. Néha szó szerint, mikor reggel felkeltél és eltűnt az iViv meg a MySpace. A 2004-ben indult közösségi háló 2020-ra már 1,7 milliárd aktív felhasználót számlált, 2020-ra pedig 58.600 alkalmazottat foglalkoztattak, a revenue 2020 végére pedig a 20 milliárd dollárt is meghaladta. Nem feltétlenül egyeduralkodó, de a Twitteren kívül nehéz olyan vetélytársat találni, amely egy kicsit kitűnne az elnyomottak közül. Jó, mondjuk az Instagram. Mindemellett pedig jelen pillanatban Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, az 5. leggazdagabb ember a világon. Igazi sikersztori hatalmas eredménnyel, de akkor mi lehet a probléma? A The Infinite Dial 2019-es felmérése szerint Amerikában a 12 évesnél idősebbek évről évre pártoltak el a Facebooktól és más-más alternatívákat kerestek. Ebből a jelenségből leginkább pedig a Snapchat és az Instagram profitált. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a fiatalok teljesen természetes módon reagálnak valamire, amiben beleszületnek. Főleg, hogyha az anya és apa is használja, akkor tulajdonképpen ez már egy idő után ózsdi lesz, elavult, ciki, ne használd. És ők is ezt teszik. Tehát elkezdenek más alternatívák felé nézelődni, amik esetleg valami újat adnak, és nem azt, ami már a születésükkor is velük volt. Arról pedig nem is beszélve, hogy a személyes adatok tárolása és használata körüli problémák világszerte egyre megbízhatatlanabbá teszik a Facebook platformját. Van azonban még valami, ami személy szerint nekem szemet szúr, ez pedig az, hogy a Facebook sok-sok éves pályafutása alatt a platform szolgáltatásában és megjelenítésében nem tudott aktívan terjeszkedni, lényegét tekintve ugyanaz. Ez pedig a mai folyamatos fejlődő és változó igényeket tekintve kifejezetten rossz húzás a hosszú távú üzleti tervre nézve. És az imént említett felhasználói adatok ezt megfelelően alátámasztják. Ez elvezet minket a charthoz, ami számomra nem fest túl pozitívan. Ez egy napos chart, ami azt jelenti, hogy minden egyes kis gyertya egy teljes napi mozgást mutat, tehát nem a rövid távú kis zajokból indulunk ki, hanem az ár hosszú távú tényleges fejlődéséből. A jelenlegi konszolidáció pedig már tavaly augusztus óta tart egy zászló alakzatba fejlődve. Ennek a zászlónak a felső vonalát már 5-ször próbált meg áttörni az ár, de anélkül, hogy közben az átlagot komolyabban odapréselte volna. Ez pedig nem a töréshez készülődő agressziót jelzi, hanem azt, hogy bár akadnak még új befektetői erők, az átlag már nem képes felfelé nyomulni. Ez pedig kifejezetten nem jó hír a részvényre nézve. Összességében a Money Flow Index sem mutat egyértelmű erősödést, sőt, az egyre süllyedő csúcsokból egyértelmű gyengülést olvashatunk ki a bullish támadások esetén. Ebből még nem vonhatunk le megfelelő következtetést, és azt sem tudom megmondani, hogy az ár most felfelé vagy lefelé fog menni, de azt meg tudom mondani, hogy mikor tudjuk ezt meg pontosan. Először is a zászló két vonala segíthet nekünk ebben. Ugyanis bármely irányba is töri őket, a törés szignifikáns lesz, és érdemes abba az irányba tenni a tétünket. Ami pedig a mérleget igyekszik meghatározni, az a lilával jelzett adat a charton, ami azt hivatott mutatni, hogy hány százalékos emelkedést volt képes produkálni a részvény a ciklikus mozgások periódusaiban, periódustól függetlenül. Ez az eredmény pedig az utolsó három periódusban csökken, sőt, az utolsóban az emelkedés meg is állt. Ebből pedig emelkedési csökkenést következtetek, azonban új magassági szint nélkül konszolidál,
ami átbillentheti a mérleget és trendfordulást idézhet elő. Ezek a számok tulajdonképpen a befektetési mérték erősségét határozzák meg, ami határozott csökkenést mutat. Ami pedig szemet szúrt még, az a quality ratio, azaz a minőségi ráta, amit 2015-től folyamatosan emelkedő trendben tudott tartani. Azonban 2019 után egy esést követően a 2020-as top már nem tudott feljebb haladni. Bár 2020 közepétől mostanáig megint csak emelkedett, ne felejtsük el, hogy ez valahol természetes, hiszen a lockdown idejére mindenki sokkal több időt töltött a közösségi hálón, aminek eredményeként a legkisebb platform szolgáltatási újítás is megugrasztja a számokat a magasabb kihasználtság miatt. Bár szépen felment, nem sikerült az előző 0,15-ös magasságot elérni, így a 2021 Q1 eredménye, ha esni fog 0,14 alá, ugyancsak alátámasztaná a kétségeim alaposságát. Amennyiben persze a lockdown és a munkahelyek bezárása továbbra is kitart, ez a szám emelkedhet, de ahogy említettem, ez némileg fals eredmény, hiszen iszonyúan magas a kihasználtság. Valódi adatot pedig akkor kaphatnánk, ha a munkahelyek újra megnyitnának. Tehát a Q2 még valószínű fals adat lenne, a Q3 már némileg jobb, a Q4 pedig közelebb állhat a valósághoz. Minden esetre, ha addig a zászló alakzat felső vonala nem törik, elég valószínű, hogy egy negatív Q4-es adat a befektetők szemében is igazán negatív lenne. Számomra ezek az adatok mind a technikai, mind a fundamentális oldalról nézve elég negatívak, de ez nem jelenti azt, hogy mostantól all-in eladásba mennék a Facebookkal, és az sem, hogy úgy gondolom, hogy a Facebook mostantól nullára fog zuhanni a tőzsdén. A Facebook valószínűleg még nagyon-nagyon sokáig velünk marad, így a részvény is a tőzsdén marad sokáig. Azonban a jelek arra engednek következtetni, hogy egy halvány trendfordulat következhet be, és a következő évekre esetleg bullish trend helyett bearish trend fog bekövetkezni a Facebook esetében. Minden esetre azt mindenféleképpen indikálja, hogy odafigyeljek a zászló alakzatra, és a zászló alakzatból való kitörésre reagáljak megfelelően. Tehát ezzel az egésszel mindössze csak azt szerettem volna mondani, hogy valóban fundamentálisan is gyengül a háttéri támogatottság a Facebooknál, és nem azt szeretném, hogy most aztán eladjon bárki is, vagy nem szeretnék rávezetni erre senkit, hanem azt szeretném megmutatni, hogy érdemes ezekre a pici jelekre figyelni, mert a történelem során már nagyon sok nagynak mondható részvény esetében is előfordultak hasonló jelek, és nagyon-nagyon jól előrevetítették azt, hogy körülbelül mire lehet majd számítani, illetve mire érdemes odafigyelni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, nyomj nekem egy lájkot, illetve nem is nekem, hanem magatoknak, mert ezáltal sokkal több emberhez fog eljutni a videó. Ezen kívül iratkozz fel, és a feliratkozáshoz a kis csengőnél az összes értesítés megjelenítését ne felejtsd el beállítani. A következő videóig pedig a market legyen veled! We'll be right back.